Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mézois, október 26-án. A hold. A mai napon a Satapisa holdházban található. Lefordítva ez azt jelenti 100 szerencse és 100 félelem. Hogy van ez összefüggésben? Itt ezen a területen, ahol a mai napon a hold mozog, nagyon sok szerencse csillag van, mint például skát, ami azt jelenti kívánj valamit, ez beteljesedik. Itt van szerencse, de ez csak akkor valósul meg, ha mi áttesszük magunkat a félelmeken. Erre utal ez a 100 félelem. E felett, a holdház felett Varuna uralkodik. Varuna azt tudja, mi a jó és mi a rossz. A jó embereket és a rossz embereket, a tetteket vizsgálgatja. De jelentheti ez a jó és rossz az érzelmeket is. A rossz érzelem az a félelem. Át kell, hogy tegyük ezen magunkat. Mert ha félünk valamitől vagy valakitől, akkor nem mennek előre az események. Az, amit mi tervezünk, nem tud megvalósulni. Tehát ügyeljünk erre is. A mai napon van egy jó kapcsolat a nap és a hold között. Az jelenti a kiegyensúlyozottságot. Szerencse is lehet a mai napon, nem csak a holdház miatt, hanem egy hold és egy Uránusz bolygó között lévő szextil kapcsolat. Ez egy kis szerencse hozza a változásokat, vagy egy meglepetést. Amit még ez a kapcsolat kiválthat, hogy valaki gondol rátok a múltból. Jupiter bolygó közeledik Plutó bolygóhoz. Itt igazságról van szó, igazságtalanságokról, egy bírósági ügyről, vagy szerencséről, mert Jupiter bolygó a szerencse bolygója. Ad számunkra lehetőségeket, vagy kivirágzik valami, kibővül valami. Plutó segít ebben, de lehet egy utalás arra, hogy le kell valamit zárnunk, hogy ez a szerencse bekövetkezzen. És ez volt a mai felvételem, mi szó is, október 26-án. De még mielőtt elbúcsúznék, kell, hogy valamit közöljek. A mai nap egy úgynevezett égi kapu nyílása a plejádok felé. Erről készítettem egy másik videót, megnézhetitek, mit jelent ez a mai napon számunkra. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!